Na, srácok, 14. alkalommal immáron veszük elő újra a játékot. Egy újabb kiszökkenés várható. Zeusos Boon, az már ott van rajtunk. Méghozzá a támadásba sokkal jobbak leszünk. Ez egy szimpla rán, amivel így gyorsan kiszökkenünk. TLDR. Egy újabb menekülést kell összehoznunk. Remélem még benne van az ujjaimba a boxolás. Lehet itt Athéné, hát rögtön rámegyünk Athénére, hát ha odaadja a dash-re. A dash-re visszaverést. Egyáltalán nem olyan vagy, mint apád Zagreus. És ezt elismerően értem. Ő elvágta magát tőlünk többiektől. Sokszor próbáltunk békülni, hiába. Dobás eltérítés. Jó, legyen ez speciális támadás. Azt úgyse fogjuk használni egyébként. Úgyhogy kell még nekünk Athéné. Jó lett volna, hogyha most beadja, de hát nem adta be, úgyhogy így kell a nyomni. Azt viszont megtanultuk, hogy nem szabad anélkül játszani, hogy ne legyen a sima támadásunkon, vagy a speciálison valami extra. Ó, dolgozik erősen a hagyma. Van nekünk karón, meg van nekünk nektár. Karontól most nem tudtam volna semmit se venni. HP-ból pedig nem tudunk töltődni. Van nekünk itt egy Athénénk. Itt most a kristályszobor lesz? Nem. Kétszer is megütött. Na, szerintetek beadja? Dobásod, szólításod. Jó. Nem akarja beadni. Gyerünk, csontfejűek! Pokolhal. Boon, fejlesztés, pénz, menjen a pénz. Legyen bőséges a vásárlásunk karontól majd. Aranyköcsögöket amúgy most nem látok. Kemek. Thank you.
Én kapták ezek a kis robbantgatók is. We have an intruder. Ezzel is meg vagyunk. Excellent. Zeus Athéné jöhet. Ez a boxolós bildhez az a Daidalos kalapács az nem kell. Vilem hatásaid felvillanyozottá is teszik az ellenfeleket. Mehet. Mondjuk a szökenésre villám csap le, az is amúgy nagyon király. Legyen ez. Nem ez kellett volna. Na mindegy. Athénével még úgyis le tudjuk cserélni. Valamiért azt hittem, hogy ez egy másik képesség. My bad. Nem ezt akartam. Kezdjük előről, mert meglátjuk, mit ad Athéné, aztán meglátjuk, hogy előről kezdjem-e vagy sem. Elégedett vagyok, hogy immár jobban megértjük egymást, ugye? Mit szólnál, ha folytatnánk és kiutatnánk téged onnan? Ja. Nem adott cserét. Mert... I'm through with father's dirty work. Na nézzük. Unokaöcsém, meg akartam említeni, hogy milyen különös volt, ahogy mostanában van egyszer végre. Igen, közel kerültél a kiszabaduláshoz, és aztán a kapcsolat hirtelen megszakadt. Gondolom valami sorcsapásért. Birodalmatok őre Kerberos, talán még a hírénél is, hírnevénél is halálosabb. Aranyköcsög nincsen. Boon fejlesztés plusz HP, akkor ilyenkor mehet a káosz. Határtalanul érdekes számomra, hogyan értékeled döntéseidet? Sokkal több gold, de nem szabad dobni. Vagy HP-t vesztünk. Itt van, megkaptuk Athénét. A francba. Amikor benne van az ember kezébe. Jaj, dobjon. De nem teheti. Én meg nyomtam. Egyáltalán nem olyan vagy, mint apád Zagreus, és ezt elismerelni. Elismerően értem. Ő elvágta magát tőlünktől, többiektől. Sokszor próbáltunk békülni. Hiába. Szent pajzs. Sebzés után eltérít. Végül is jöhet ez?
De a dash-re ugyanúgy megpróbálom ezt kiszedni. Hát, hogy megint nem azt adtam, amit... Hát, amit szerettem volna látni, de hát miért is lenne olyan a játék. Hogy azt csinálja, amit szeretnék. Túl egyszerű lenne. Hát ez a boom fejlesztés, ez... Nem a legjobb? Na hát ezt szereztük. Na és elkapott. Szevasz coolers. Jóság. Arra felé. Nem látok itt semmi extrát. Na, mit fogsz kockolni? Amúgy meg kellett volna változtatni ezt a dajdaloszosat, hiszen... Ezt totál nem fogja segíteni a ránt. Neked annyi! Messzebbre ér és 10% sebzést okoz. Jó. Árész, jaj de jó. Jaj de jó. 40, hoppácska. Ennyire bejött neked ez a dolog? Nocsak. Hé, várj egy pillanatot, Zagreus. Megesküdtem volna. Korábban oly közel voltál, most meg megint messze vagy. Á, biztos elbuktál. Mikor pedig már közel volt a győzelem, mindenkivel előfordul. Ki fogunk hozni onnan, meglátod. Kritikus sebzés, mát. Ja, hát figyelj, nekem is jobban tetszik a játék, hogy nem kell benne építeni. Igaz, nem játszom velem, de ettől még jobban tetszik úgy. Szívesebben előkaptam. Már saját Forti csapatunk is van. Hoppá, ilyen izé szurkoltok valakiknek, vagy... Hogy van ez Astronomist? Te is Fortizol, nocsak. Hát mi lett a nagy Battlefrontozással? Az helyzet... Ez olyan furával megcsinálva, hogy semmi értelme ezeket az enemiket csapkodni, mert hogy így nem kifizetődő, tehát hogy nem ad semmit, csak túl kell élni. Ha megöljük őket, akkor meg a... Senki nem mondja, hogy milyen fasza voltam. Na jó, meg is sebeztem magam. Pedig hát én ölöm, adhatna valami rewardot. Enough, I've better things to do. Átszoktatok erre? Ejjjjj! Hát Obi-Wan mit fog szólni ma este? Ha ezt megtudja. Azt fogja mondani, hogy testvérem voltál, te pedig elárultál. Ezt fogja mondani. Au! Au! Again you make a mockery of me. Na, kaptunk sötétséget. Ha
Boldog Astrom is csak azért nyomja a Coolers, a következő szezonban jön a Darth Vader. Mert a felvillanyozottság. Te voltál a kiválasztott, az volt a dolgod, hogy megállítsad a Fortnite játékosokat, nem hogy beállj közéjük. Így van. Így van. Pontosan. Ne szórakozz az érzésem el, Zagreus. A hűségemet nehéz elnyerni, de könnyű elveszíteni. Ja, nem tudom, mit csinál Artemis. Ja, látom, ilyen vicces célzásokat nyom. Ó, jó, ennek gyorsan vége lett, legalább. Ott egy aranyköcsög. Elismerem, hibákra került sor az imént, úgyhogy legközelebb ne kövesd el őket. Rendben? Amikor kritikusan sebzel egy ellenfelet, a közelében egy másik megjelölt lesz. Kritikus hatásaid a páncél ellen még többet sebeznek. Mert az. Nem tudom. Nagyon kíváncsi leszek a másti részre már. A legutóbbi. Brutális volt. Mányit, hogy nem a ma estére, hanem ma este fogjuk nézni a mai részt. Van karónunk. Plusz HP. Kit érdekel a plusz HP? Ez az. De mi? Ott van, szökésed, szökkenésed sebzést okoz és eltérít. Yes. Ó, nem is hallottam. Mostani szezon utolsó lapja a full Star Wars-os, nagyon menő az a cél. Na, milyen Star Wars-os dolgok vannak most a Fortiban? Azt tudom, hogy következő szezon az Darth Vader-es lesz. Tudod, mi van, piros vérű? Bármennyire próbálkozom, még mindig nem bocsátottam meg, hogy legutóbb legyőztél. Nevezzük bénító jellemhibának, vagy nem tudom. A megbocsátás időbe telhet. Az önvizsgálat viszont egészséges lépés. Haladunk? Szerinted mi haladunk itt? Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Na te szemét. Mutatok én neked haladást. Hoppácska. Au. Kapta. Fúria az oldalam a kíváncsiság. Imperial Shuttle Glider zuhanás közben beállnak alakzatba melléd a TIE Fighterek Kenobi hologram. Na jó, ezt meg kell néznem. Amit nem most, hanem majd meg kell nézem. Ez nagyon csábító. Ha ezt Adri meg tudja, akkor szerintem rögves lecseréli a Siege-et, hogy ilyenek vannak ott. Jó, maradunk az úsznál. Maradunk az úsznál, mert kellenek a cuccaim. Engem is elcsábíthat egy Battle Pass-ra? Majd a következővel is elcsábít. Mondd, hogy itt van ez, de hát ezt nem tudjuk használni. Nem nyomunk, nem csinálunk ilyen hell leveleket, meg ilyenek. Thank you.
asshole. Nem is figyeltem, hogy pénzt kapunk. De örülök a pénzben. Van Hermész és van... Izé, igen. Hermész. Hermész gyorsítani tudja a támadásunkat, ami jól jöhet. Jön csak vissza. Újabb üzenet az áll benne, egy kis kanál, szárított oregano, két kanál extra szűz olívaolaj, egy nagy hagyma, felaprítva, csipetnyi só, ízlés szerint. Várjunk, ez nem neked szól. De egyszer megkóstolhatnád, ha valaki jutsz innen. Automatikus kitérés. Sorozatlövés. Hát jó. Oho, Zeus. Hát ha most nem lennék ilyen nagy végigjátszásokban, meg valami miatt megutálnám a Siege-et, akkor peregne a Portica abban a pillanatban. Gyere csak vissza! Zeus bátyám uram! Villám hatásaid többször ugranak tovább, véget értük előtt. Ezt nem tudom. Tehát, hogy átugrik A-ról B-re, B-ről A-ra, A-ról B-re, B-ről A-ra, A-ról B-re, B-ről A-ra, így kell elképzelni, vagy úgy, hogy eddig átugrott A-ról B-re, de C-re nem ugrott át. Viszont most már átugrik C-re, D-re, meg E-re is. Ezt hogy kell érteni szerintetek? Shocking. How foolhardy of you. Ow. Haze! Meg nektár. Dionysos. És ki van még itt? Artemis. Dionysos Artemis. Jajjaj. Jó. Hades nevében. Ja, legyen ez a megjelöltség. Bosszok nem lesz annyira érdekes. De legyen ez. Hát meg egy aranyköcsök, hogy elbújt. 500 pénzünk van. Már most. Hát ebből megvesszük a várost. Még egy aranyköcsön. Kéne valami a dobásomra, valami menőség. Ő tényleg megjelölt lett. Láttam. Legyen ez, legyen a max HP meg a sötétség.
Tényleg működik ez a megjelölés, elég jól még hozzá. Bár a megjelöltséget nem olvastam el, hogy mit csinál. Viszont elég sokszor kritelünk. Azt néztem. Au. Wow. Kaptáskák lettek. Körbe kell itt néznünk. Tényleg amúgy azt tudom, és hogy látod a június végi Dalit azt? Kihagyod emiatt? Nem is gondoltam rá így hirtelen. Vagy majd még meglátod? Jaj, de jó! Ha befejezted végre a vásárolgatás, Zagreus, mit szólnál, ha nekilátnál, nekilátnánk végre? Jajjaj, ajjaj, hát egyik se érdekel. Legyen az speciális támadásom. Úgyse használjuk. Növeljük a max HP-nkat, az is jól jön. Hydra! I hope you know this isn't personal, don't you? Nagyon szépen kapja, hopp! Au. Hetes dam belet nyelve. Ó, oh, az gond, az gond. Nagyon-nagyon szépet kritál a karakter. Még a villámra kéne valami. Hűha! Meg is csíptek. Ez a, ez a megjelöltség, amit így csinál a Artemis. Jaj, feleslegesen benyeltünk 16 sebzést. Jó, 12.58-nál a Hydra kaptam. Nem látom a horgászási lehetőséget. Maradunk még mindig Zeusnál. Megnövelt ritkaságú áldás 70-ér? Jöhet. Mégis megnövelt ritkaságú áldásokat kapok, de hát ha még jobb lesz, kell. Van itt Hermész és Demeter. Ilyet a Hermész. Na, mert a DPS-ek, ugye? Nem nézünk ki valami jól. DPS-eket illetően.
Haltak legalább a kicsik. Gyorsabban mozogsz, több sökkenést végezhetsz sorozatban. Gyorsabban mozgás, ez nagyon jól hangzik. Ebben még egy hermészes áldás kéne egyébként. Megyünk a pénzre, mert a kalapács az így nem kell. Én jól láttam, hogy itt van még egy. Még van. Most jön. Jó, és akkor... Bár amúgy az ugrás is nagyon jól jött volna. 571 pénz, és még tudunk pénzt szerezni. Még mit nem, fiú? Amúgy csak így ugrunk jobbra-balra, aztán meghalna. Nem, nem, nem regenerál senki. Easy! Emelkedettektől többet vár. 724 pénz, srácok. 724? Ajaj, jó. Ilyet karon. Bár a pénz is nagyon jól jön, nem? Árész. Adjad. Bízom benne, a folyami révész karon nekem köszönhetően igencsak elfoglalt volt mostanság. Ezt már mondtam. Támadásod, speciális támadásod és dobásod több sebzést okoz, 10. Ölj, vagy megölnek. Itt jó lenne, hogyha lehetne lopni, de nem lehet. Athéné, Poseidon. Athéné. Regards to Hermes. Ki szoktál jutni innen rövid? Néha eltűnődöm, milyen lehet a külvilág. Sose jártál odakint? Ja tényleg, a labirintusos ügy. Egész életedben egy borzalmas labirintusban éltél. Nem sokat láttam a felszínből, de az gyönyörű. Hideg, de amikor ott vagyok, nem lelem ott a helyem. Nem leled a helyed? Értem, azt hiszem. Nem tudom, miért vágyik az ember az olyan helyekre. Nem érhet fel a történtekhez. Miért tennék tönkre? Ha már szóba került. Eddig jó a meccs, srácok. Ó, megakad bennem, ez így VTF. De azt hogy? Nem is oda csapott. Ja, mert hogy van egy olyan lecsapás, amikor több irányba is támad, értem. Viszlát nem sokáig. Athéné úrnő. Halálod, dacolásod, több HP-t ad vissza.
szólításom sebezhetetlenné, de azt nem érdekel az. Dobásom eltérít. Jó. Nem akartam, de legyen. Jó lett volna, ha az is villámos például. De messe egyébként szörnyű. Hát ezzel is nagyon szépeket lehet menni. Na, még így is adtam egy kis sebzést. Hát, egyik sem. Én tudom, nem ez a játék, de sikerült megoldani, hogy lehessen lokál játékba teleportálni a V-Risingba. Na neked mi oldatta meg? Nekem a fájlba át kellett volna írnom valami izét, de úgy néz ki, hogy másoknak az segíthet, nekem nem. Neked is egy fájlba ilyen teleport, akármit át kellett írni false-ra, true-ról és ennyi? Vagy mi volt, Petya? A fáj jó volt, a hely nem volt jó. Hogy nem volt jó a hely? Rossz fájt szerkesztettem? Mi az abdatában? Nem a Steam-en belül kell szerkeszteni. Ha! Na, ezt nem tudtam. Köszi. A halál megérkezett. Lássuk, ki a jobb ebbe, Zagreus. Köszi szépen, Petya, hogy szóltál. Au. Az a gond, ezeket a kocsikat megöli, hát most így nem tudok annyi damot kiosztani. Hát jó, szerintem ezt megnyerte, tehát négyen jobb. Hát igen. Delicious. Ó, meg lesz, Petya. De rendes tőled, köszi szépen tényleg, hogy... Hogy szóltál, hogy az abdatába kell keresni? Ott már meg lesz, csak nem tudtam, hogy... Nem tudtam, hogy ott kell, mert ugye nem azt írták az oldalon. Amit most így hirtelen menet közben találtam. Pohonty! Még egy pohonty? Pénz, max HP. Én a pénz. Vegyünk meg mindent is. Ó, és rám robbant. Az utolsó rám robbant. Van karónunk, és van HP regenerálás. Ez mindenféleképpen jó HP regen. Amit Féri küldött, az a saját gépeden indított szerverre vonatkozik, nem a lokál játékra. Ugyanúgy, mint az Ark-nál is, a saját gépeden csinál szerút, vagy épp másnál. Aha. Szóval ez a lokálra vonatkozik, azt módosítgattam. Viszont ugye itt nincs szerver, gondolom, és akkor azért nem módosított semmit. Azért kell az abdata.
nem ad Zeust, ami tök szívás. Mert ugye megtanultuk, hogy a gyűrű csak az elsőre hat. Szóval, hogy így, ez fura. És most ha nem is írja a cuccoknál. Ah, tehát hogyha sikeres leszek, akkor nem írja a cuccoknál, hogy nem teleportálható. Az eltéríteni tudod képességed védtelenné is teszi az ellenfelet, az kell. Felvillanyozottnál teszi az ellenfeleket, az is kell szerintem. Na nézzük így. A gemet nem akarom kivenni. Visszavágó? Na hát, nézd azt, Asterius, az ördög visszatért. A pletykák, hogy a felszíre menekült kísérteni, biztos hazugságok voltak csupán. Hát nem, ebben az esetben azok a pletykák igen pontosak voltak, csak azon, hogy visszajöttem. Rájöttem, hogy nem akarok olyan jövőt magamnak, aminek nem része, hogy rendszeresen így lezúzlak. Maszkacson még négy kell. Ó, haha, mi okos mentségkeresés valakitől, ki így jártas a családságba. Hát ha valóban be vagy zárva a birodalomba, akkor örömmel gondoskodunk róla, hogy mindig így is maradjon. Na gyere és harcolj! Oh. Elnéztem a dodzsolást. Na, ez egy idegesítő. A rohadt idegesítő, amikor Demeter segít neki. Végre! Mi? Hogy? Hősök legyőzve? X-faktor! Azt kiabálták. Gondolom, igen, csak hamar találkozni fogunk. És akkor most már át kéne váltani valami hasznosabbra. 1% sebzés bónuszt kapsz, ahol hányszor sebződés nélkül tisztítasz meg egy találkozást. Amúgy elég jól hangzik. Plusz pénz. HP helyreállítás. Összetört urnákba plusz HP. Nem is tudom. Plusz HP. Nézzük meg ezt a pillangót.
us to the top. Nincsen kólunk, isteni ilyen kól, tehát az a hívás, vagy mi? Hoppá, 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 hoppá. Hey boy. A horgászás azért jó, azért tetszik, mert lehet közbe inni. Orzsanna, ilyet még nem szereztünk eddig. Van itt nekünk Athéné. Gondolom ez azt jelenti, biztos megfizetted a révész díját és bármennyit számított is fel, megértem. Kritikus hatásai, de még több sebzést okoznak, 22%. Aztán nem fizetünk. Bár nem emlékszem, de az rémlik, hogy nem akarok fizetni. Hát most nincs olyan durva clearünk. Poseidon sokat segített itt ezeknél a kameráknál. Azt hiszem amúgy a vásárlás miatt a plusz sebzés, százalékos sebzésben miatt kell a pénz. Kéne valami Zeusos áldás, úgyhogy lehet Zeusra kéne rámenni. Hát, ha segít nekünk. Na, ez az egyik legidegesítőbb. Beszorítottuk a sarokban. De azért kaptam a sebzést. Nézzük csak, van-e itt aranyköcsög? Ahogy látom, semmi. Kritikus sebzésre 5% esély van. Többször ugranak, inkább az 5% kritikus. Na nézzük, Zeus mit hoz nekünk vajon. Na hát három patkány. Na hát ez az igazi, amikor örög rajtam a méreg. Francban. Sértetlen ellenfeleknek 50% sebzést. 34-ér HP-t is kérünk. Akár azt is lehet mondani, hogy elpazarolt pénz. Ott volt valami 459-es sebzés, az elég király, jól nézett ki. Köcsög, még egy aranyköcsög, kettő is volt. Na most jön Zeus válszág. Ujjjj. Okay.
francba, hol szedem le ezt magamról. Na, az Zeus valami legendásat. Jó, legyen akkor Zeus kólja. Should be able to get back through here. Don't spend it all in one place, mate. Falangsz lövés dobásod megpattan a közel ellenfelek között. Na ez jó. Na ez jó. Tower of Olympus. Többet sebez a támadásunk, az is hát. És ez itt nagyon világít. Should check this way. Oh. Igen, ez az eladás, az nem érdekel. Ó, kettő aranyköcsög. Ó, hogy ráugrottam. Széjjel sokkolva. HPR állítás, az kell. Meg vásároljunk dobás, sebzés, növelést is. Szatír batyú. Olympus, fogadom ezt az üzenetet. Dobáskor, valamint támadás és speciális támadás támadással találva a célkövető nyilat lősz. Az ellenfeleid sebződnek, amikor a beléjük dobott vérkő kiesik. A nyíl is amúgy nagyon szimpi, de talán legyen ez. Just the foul sack I need. És itt még vegyünk pár kört. Nem, megyünk tovább még, itt max HP növelés, meg a bónő fejlesztés. Ezek a nyilak elég jónak tűnnek. 72, ja, ez jobb döntés volt szerintem. Ugyanis elég sokat ütök, elég gyorsan ütök. Hogy ez mindenféleképpen jó szerintem. Még a max HP-t meg lehetne változtatni valami másra. Változtassuk meg azt, hát a... Na, tessék, Artemis. Nem mondom azt, hogy ez a legjobb. De nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Jó.
neki már nincs sok HP-ja. Jó. Plusz dobást kapunk. Méghozzá kettőt. Felvehető vérkő másodpercenként villámmal csap le a közeli ellenfelekre. Azt a rohadt. Hát ezt a legendást, ezt még nem láttam. Plusz kettő dobás. Az a helyzet innen már több mindent nem tudunk kivenni, de max HP még talán jól jött. Talán még egy shop segíthet. Ez nem olyan shop. Na ez viszont olyan shop. Dobásunk erősebb. Többesebb ez a speciális támadás. Jó. És akkor adjanak AP utalmat az ellenfelek. Na és azért csak megharapott a kis patkány. Na-na! Én meg is mérgeztek. Jó. Már nagyon sok volt a mérgezés. Na, 210 HP. Hát jó, több mindent tényleg nem tudunk már venni. Sajnos. Kerberos mindegyik áldáz ábrázata egyetért, hogy a szatírbatyút el kell pusztítani. Volt már. Kerberos, lefoglalva, itt a lehetőséged. Na srácok, bízunk benne, hogy ez egy nagyon szuper, nagyon-nagyon jó szökkenés lesz. Nem kaptál még eleget? Na, fiú, megkérdezted őt, hogy hogyan jött le hozzám az alvilágba? Aláltámasztottad hát minden gyanúdat? Nem te magad vonszoltad le őt az alvilágba a jelek szerint? Nem fogod megmondani ki volt, de elég jól el tudom képzelni. A fivéreid az örök uralmat kapták az Olymposzon, míg téged leküldtek az alvilágba. Adtak hát egy igaz díjat, nem igaz? Így vádaskodsz, szinte semmit se tudva? Gondolatlan vagy, mint mindig. Poseidonnak semmi köze nem volt hozzá. Még nálad is kevesebbet tud. Ha értékes neked anyád létezése, vagy a sajátod, okosan tennéd, ha így hagynád ezt. És visszafordulnál. Hát gyors, igen, már fél órája tart, szóval annyira nem gyors, de... Én megpróbálom gyorsá tenni. Meg HD-sz is. Darkness! Miért kényszerítettél újra szembeszállni veled?
Ez is dob HP-t, wow! Elég király. Au. Na de Zeus! Zeus nagyúr! Hoppá! Hát épp elnyomtam. Ajaj. Ajaj. Is van. Halál nélkül. Megint legyőzött a saját ostoba fiam. Átkozott. Én. Köszi, köszi, Hero. Köszi szépen, sánca. Új rekord. Hoppácska. Köszi szépen, Hanor. Köszi mindenkinek. Hát ugye most így csak nyomjuk a high level nullán a dolgokat, mert hogy csak a 10 szökést akarom megcsinálni. És ennyi. Nem maxoljuk a játékot. Ahhoz már nincs türelem. Zagreus. Sikerült, anyám. Zagreus, csodálatos látni téged, de kérnem kell tőled valamit. Ne látogass meg többé itt ezen a helyen, a te biztonságod érdekében, és az enyémben is. Hogy mi? Azért, ami történhet, ha az olimpösziak megtudnák. Szóval mindezek után apám pártján ráállsz ebbe az egészben? Igen, apád nem ostoba, amikor ilyesmiről van szó. Meg aztán mindaz, ami történt, az én hibám, önző voltam. És ez most azzal fenyeget, hogy családunk két ága szétszakad. A te hibád? Akkor mondjuk, hogy el se jöttél az Olymposzról. Akkor úgy volna, ahogy a közelmúltig gondolta, szerintem. Hogy soha nem léteztem. Egyébként meg semmire se jöttek rá mindebből. Miért vagy olyan biztos benne, hogy hirtelen ráfognak? Lehet, hogy Nux felfede téged előlük, ahogy engem, amikor ide szöktem, de még az ő hatalma se tévedhetetlen, valahányszor meglátogatsz, az kockázatot jelent, egy apró botlás, és megtalálnak engem, felfedezik a félrevezetéseteket. Menj haza, Zagreus, kérlek. Gyere haza velem, anyám! Lófa jöttél ide. Nem azért küzdöttem el magam idáig újra meg újra, hogy most forduljak vissza. Szükségem van rád az életembe. Hogy taszíthatsz el így? Ó, Zagreus, nem térhetek vissza. Mindazok után, ami köztem és Hádész, meg mindenki más közt történt, egyszerűen nem tudom elképzelni. És a kockázat, amit vállalunk, még nagyobb lenne. Az Olympus ott találna vele. És veled? Akkor egyszerűen csak így fogsz maradni?
Egyedül a semmi közepén, ebbe a kis kertbe? Örökre? Miután elváltunk, csak így egyszerűen? Fiam, tudom, kemény döntéseket és áldozatokat hoztál, hogy itt lehess velem. És örökké hálás vagyok, hogy végre találkozhattam veled. De igen, most már ez az otthonom. A te otthonod pedig odalent van. Kérlek, ha nem magadért, akkor értem. Ne gyere vissza. Szeretlek, Zagreus. Minden jót. Anyám! Én! Fene! Egy újabb sikeres szökkenés! Üdvözöllek Hádész házában, ahol mind a halálért élünk. Oké, azt hittem, hogy valami mást is fog mondani. Sajnálom, Zagreus, mennem kell. Sok a feladat mostanság, kár, hogy nem lehetek egyszerre mindenütt. A háromfejű szörnyetek Gerberos kötelességtudóan ül, mint mindig. Úgy tudom, megkísérelted meggyőzni udvari zenészünket, hogy folytassa mesterségét. Ez a viszonylag hasznosak között van, azon dolgok közül, amelyekkel mostanság foglalkoztál. Teljesen biztos, nem lehetek benne, de szerintem, amit az imént mondtál, tartalmaz egy dicséret egyes összetevőit. Biztos vagyok abban, hogy a hencegésed és szóvirágaid hamarosan nagyobb zenemű alkotásai alkotási tevékenységre ösztönzik majd napok vagy éjszakák kérdése. A te módszereid nem tűntek ki hatásosnak. Újabb felújítás lehetne a nagy teremben. Szuper. Szirmok, sírok, oszlopok, ilyen-olyan Jézusom, pokoli tűzhely. Oké. Okay. Ez ingyen volt. Aha. Azt a tájképek, hercegről a festmény, a holtak istenéről a festmény. Hogy ki lehet fullozni basszus itt a játékot? Orpheus, tudom, hogy apám értékeli a dalaidat, amennyire ő képes bármit is értékelni. Ha nem, Nyux reagált rájuk valaha is? Mindig itt van a közelben, mégis mintha nem beszélnétek egymással. A mindenható Nyux elviselni látszik a jelenlétem, Zagreus, hiszen örök sötétségbe vethetne engem, ha dalom nem szolgálna megelégedésére. Igen, kifinomult hallgatóság. Na, az bizony. Mit keresel itt? Úgy hallottam, végre kijutottál. Mi az? Csak azért törtél ki innen, hogy meghaj valami szánalmas módon a felszínen. Hosszú történet, de ja, az a lényeg, amit mondtál, többé-kevésbé. Szóval újra ki fogsz menni oda. Hát a te dolgod, nem rám tartozik, a te érdekedben, remélem megéri. Tessék. Üdv meg, én gondoltam, jobb, ha ezt átadom. Elkobozom, ha nagyon akarod, viszont figyelmeztetlek. Nem vagyok megvesztegethető. Sokan próbálkoztak már. Hé, csak csempészárut adok át az illetékes hatóságnak. Ne lásd bele mást meg. Csak tesszük a dolgunkat, igaz? ...42 halat fogtunk már, tehát akkor ennek is van értelme, wow, nem gondoltam volna. Hogy az akvárium mutatja azoknak a halaknak a számát, amiket így kifogtunk. Zsír. Mit tudunk itt venni? Gyém... Ékszerért gyémánt. Nagyon jó ár. Mi a baj, gyermek? Érzem, hogy ötrötsz, de magát az okát nem.
Anyám nem akarja... Anyám nem akar újra látni. Úgy értem. Arra kért, ne menjek vissza. Úgy gondolja, túl nagy a kockázat. Viktor, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia, szép napot. Ó, ez megalapozott értékelés. Mit fogsz tenni? Visszamegyek. Helyes. Gondolod, hogy Orpheus megmondja, hol a kiárat? Halálunk a fertőzés. Hogy fogadhatnék el így nagy lelkűséget gyermekem? Ismerőseid közül mások bizton jobban megérdemelnek egy ilyen felajánlást. Butaság, Nix, azt akarom, hogy te kapd meg. Mindig gondomat viselted, azt sose tudom viszonozni. De hát nem is Orpheusnak adtam, mit mutogatod itt Orpheust? Orpheusnak is ajándékozunk. Na hát, hiszen ez Pompei Zagreus, tényleg az enyém. Oly nagyon kedves tőled, hogy ilyesmivel gondolsz rám. Neked akarom adni, Orpheus. Jobban felvidiótottad az életünket idelent, mint sejtenéd. Bár te is be tudnád ezt látni. Most meg Nyxöt mutatja. Hát jó. Ha Nyxöt mutatod, akkor mutasd Nyxöt. Na, kétszer tudunk rerollolni, és 1000 bekerül a következő. Oké. Okay. Na, kezdődjék a 36. szökési kísérlet, mindjárt. Há, viccelsz, néha öcsi, neked köszönhetően úgy érzem, mintha megint élnék, tudod? Őszintén mondom, hálás vagyok, igazán. Ha te nem volnál, barátom, nem lenne itt bármiféle visszavágástól való félelem nélkül, áldázul megtámadnom. Oho! Oho! Mélyíteni kell majd vele a kapcsolatot? Na és én most Poseidon izéjét akarom, nem Zeust. Poseidon mérhetetlenül bolond, kit szégyellek fivéremnek nevezni. Fent rengetheti a földet, kedvére, de ide lent nem látjuk szívesen. Mi istenek egyformák vagyunk. Poseidon bácsikám! Aha, érzem, hogy nálad van az a remek kagylóhéj, amit küldtem. Apró ajándék egyenest a tengerből. Tartsd kezed ügyében, hogy jobban a nyomodra akadhassak. Dobásod területen. Amúgy ez nagyon zsír. Hát ez nagyon jó. Viszont a támadás kell. Kötelező. Hát ezt ugye nem tudjuk használni. Ó, ezt át kellett volna rollolni. Speciál, most így Poseidontól olyan erősnek nem érzem ezt az alaptámadást. Lögdösni, lögdös! Az megvan. De hogy... ennyi. Hát ez csúnya volt, ahogy bekaptam a sebzést. HP növelés vagy árész? HP növelés. Áú, áú. Két csapda. Gemstone. Ah,
Au. Több sebzést okoz és ellök ki az ellenfele. Hát jó. Dash, léci. Nux istennő jelezte, hogy birtokodban van egy lista a három Moira proféciáiról. Nekem is van olyan listám itt az Olymposzon. Úgy tűnik össze van kapcsolva a tiéddel, mert számos profécia már beteljesült. Nem hatalmas megtiszteltetés a sors elősegítése? Ne, miért a dobás? Ellenállsz az ellenfelek támadási sebzésének. Hey, money! Újra porrá! Na, valahogy belementem egy sebzésbe. De már jobban vagyok. Van karón és van pénz. Pénz. Kapták. Hát innen jól jön a pénz. Most már egyszer biztos. Hát ezt megint nem tudjuk kihasználni, ahogy látom, ott van Poszéné, tehát az az Athéné és a Poseidon kombolya. Tehát egy Poseidon és Athéné is van, úgyhogy kérünk Poseidon. Ezt nagyra értékelem! Szökkenésed, igen, áldásaid feltépettséget is okoznak. Mehet. Ellenfeleket akadályokhoz csapva további sebzést okozol. Mert a feltépettség. Ha alaposan megfontoltad volna e kérdést, akkor kétlem, hogy ezt az eredményt választottad volna. Léci. A konfigurus családunk tagjai között elkerülhetetlen Zagreus. Csak annyit tehetünk, hogy tanulunk és fejlődünk általuk. Oh, szökkenés. Eltérít. Best EU ez a szökkenés. Oké, ott majd lehet horgászni. Mi lapul a Styx folyóban? Egy csontfejű. HP regen. Na mindegy, ez annyira nem volt fontos. Kemény volt. Hát még hogyha ezt húzzuk tovább. Sötétséget grindoljuk. Nice.
Oh. Oké, ott karom van. Tudunk venni, vagy venni majd tőle valami jót? Dionysos, hát ez nem érdekel. Feltépettséget mondjuk erősítjük. Sajnálom, késtem. Hányszor estünk már neki ennek így, Zagreus? Eleged van már belőlem? Mindketten haladatlanok vagyunk meg. Jó ideig fogjuk még látni egymást. Megtanultam örömmel fogadni ezeket az alkalmakat. Akkor jó. Arcon csapni a korbáccsal jobb, mint várni a lehetőségre, hogy megtehessem. Gyere! Ezt nem néztem jól. Hát, hogy elnéztem. Oké, fél HP. A franc vinne el téged meg, hát komolyan mondom. És még egyszer megsebez. Megint? Fúrja legyőzve! 6 perc, 9 másodperc. Sötétségbe burkolóztam. Aranyköcsög nincs. Menj tovább Asphodel oszba, és hajj meg! Na apám, tilosba járok a titkos csarnokodba, és még... valami. A következő talált áldás Poseidontól lesz, aha. Tehát akkor ezt így kell érteni. Tehát akkor nem az összes, hanem a következő, ugye, amit beszéltünk is. Nézzünk valami jót Poseidonnal. Azt mondja, hogy... hol van? Na azért. Tehát Hades Duo Boons. Na nézzük. Nekem olyan kell, ahol Poseidon van. Poseidon Aphrodite Sweet Nectar. Ares Poseidon. Aha. A kasztal van. Bombó. Athéné Poseidon. Nem tudnak stanolni. Aha. Egy Poseidon. Your cast moves slowly, piercing foes and firing shards around it. Oh. Dobás az még azt hiszem nincs beállítva. Ja, az lehetne Demeter. Ah, nem is tudom, hogy az hol van. Ez az? Ja, ez az. Okay. Hát, ha tudunk valami jó kis kombót összehozni. Plusz egy dobás? Nem. Viszlát, Tartaros. Oké, Hermész. Hermész hívott bennünket. És hol az ellenség? Ajaj, benyeltük a sebzés neked.
Az a hűvösség, amire számítottál a levegőbe, ezúttal nem Démétér volt fönök, csak én, ahogy egy pillanat alatt elsöpörtem melletted. Szerintem kellemes kis szellőt kelt. Óhó, na ez az. Gyorsabban kiesik, mondjuk az is jó, de a támadásom gyorsabb, az meg még jobb. Ah, és Démétért kaptunk. Ott van Démétér. Hát akkor racoljon. Get me out of here. Vigyél ki innen! Ajaj! Aha, és rám robbant! Gondolom nem. Nem semmi kis semete, csak olyan undok petykánkat hallok időnként a lányomról, kit elvesztettem, és hogy mi lett vele? Kóré. Így hívtuk őt akkor. Ő pedig magát Persefónénak, mielőtt teljesen eltűnt. Nyomot se hagyva hátra. Szóval Démétér a mami. Démétér a mami. Várjuk, Persefóné az anyám. Démétér lánya. Bizony. Dobásod egy kristályt ejt el, amely 5 másodpercig sugarat lő az ellenfélre. És ezt lehet Poseidonnal duózni. Viszont ehhez kell Required Boons, Poseidonnak a Flood sátja, vagy mi ez? Igen. Kiéhezett akarat. Bóna fejlesztés. 7. perc, 16-os másodperc. Sebzés az a sima támadásra az jöhet. Aranyköcsög. Jó. Karon, mit tud nekünk nyújtani? Athéné. Ennek használt feltem. Nehéz a nyomodra akadni odalent a mélybe, unokatestvére, ám a révész karon szerencsére némi segítségnek bizonyul. Bónusz sebzés hátulra. Ezt amúgy nem tudjuk megcsinálni. Ez nincs elég sebzésem. Király lenne, de ehhez nincs elég sebzés. Vagy megnézzük? Nem. Nem. Hit me if you can, which is... Minden jót, hölgyeim! Ellenfelek akadályokhoz csapás a vízkitörést okoz a területen. Elők a hatású áldásait fő ellenségnek bónusz sebzést okoznak. Fő ellenségeken? Az jó, tehát ez 30% plusz sebzés,
Majd a hidrára, elvileg. Szerintem király. De sötét van. A gift. És van-e valahol aranyköcsög? Megnövelt ritkaság, áldás kapunk, de hát valószínűleg majd így is. Hermész. Na a Hermész az, az kell. Hermész nagyon jó áldásokkal rendelkezik. Kamerákban pénzt kapunk, ez is nagyon jó, gyorsabban kiesik a... Legyen a pénz. Meg tudjunk venni mindent. Most pedig boss jön. Csönthüdre? Szólíthatlak Csönthüdrának? Esetleg Lernének? Lerni, ezt tetszik. Nem tudom, így... Többnek tűnik a sebzés. Gyere, cicit! Ohoho. 11 perc 14. Szerintem ez most gyorsabb volt. Hogy teheted fiú, annak a hidrának családja van? Nekem is. Illusion. Hát a pénz. Vagy a sebzés. Pénz vagy sebzés. Legyen a pénz. Undorító egy ellenfél. Na
Ajá, Max HP a kalapács az így, nem. No, no. Dobásra kéne amúgy valami módosítás. Van. Athéné Poseidon, meg pénz. Athéné Poseidon együtt a kettő, nagyon jó. Természetesen Poseidon. Ú. Minden jutalom érték 55%-kal több. Ha neked ez az elképzelésed a humorról, Zagreus, akkor új fentvilágosá teszem, hogy nem szórakoztat. Jaj, de jó lesz a shieldesek. A shieldesek shieldet kapnak. Ne! És kaptunk egy shieldest mellé. Hát ha ez még mind nem lett volna elég. A shieldes shieldelve és még egy shieldes. Hát ez itt a maxi shield plan, ahogy látom. Apa el is hozott néhány vitatható döntés, Zagreus, de végeredményben mind egy család vagyunk. Persze, csapdáknak ellenállunk, nem tudom, tehát, hogy így. Én bízom abban, hogy itt még lehet valami más is, nem csak ezek. Demeter. Demeter Athéné. Na, Demeter, hozol el nekem valami jót. Na, visszavágó. Ügyesebb vagy, mint amire számítottam, rövid. Mindenképp elkér egy visszavágó. Visszavágót fogsz kikényszeríteni, valahányszor sikerül legyőzzelek, ugye? Sem győzelmeink nem állandóak itt az Elysiumban. Az ilyen pillanatokért élünk, amennyire az ez élet. Ben. Köszi szépen, Ben. Láncba. Köszi szépen a 39 hónapot. Mi újság? Hát csak peregjenek a szvegek bennek. Ezt annyira nem értettem, hogy itt milyen ugrálások vannak. Köszi szépen a 39-at. Éjszakázási van, most keltél? És éles volt az este? Hádész nevében. Dermedtséget okoz. Speciális támadás a dermedtséget okoz. Legyen Demeter segítsége. Egy kól. Csácok, nem pergetünk bennek szvegeket?
Szia, Miki! Mi újság, Miki? Hol az enemy? Nem látom. Ja, itt van. Valahogy elbújt. Nem lett volna vele baj, de mindig az utolsó egy arába beesik, vagy 31, ami annyira nem fán. Na basszus. Van nekünk itt karónunk, mehet karón. Aranyköcsök se hal. Na hát reméljük, hogy legközelebb nem lesz ilyenben. Hogy ennyi befut. Hát a téni. Bemutatom néked Démitér úrnőt, unokatestvér. Kértem őt, nyugodjon meg annak tudatában, hogy szorosan kézbe tartjuk az ügyedet. Ám végtelen együttérzésében azért ő is foglalkozni kezdett velem. Ó, nem szükséges rám fecsélened, halovány magasztalásod, Athéné drága. Azt hittem volna határtalan intellektusoddal, tudod, hogy szándékaid a napnál is világosabbak számomra. Elkezdett tegnap a Wolfenstein New Order-t? Nice! Játszottál meg korábban ezekkel? Ez a második napja, hogy ez a... Na basszusban. Hát akkor a harmadiknál csak nem lesz ilyen. Ha nincs halállal dacolásod, a HP-d lassan helyreáll? Ez király, de ez már volt. Volt már! Minden találkozást részbe feltöltött istenmérővel kezdesz. Jó. Isteni szökkenés, mondjuk az... Az úgy semmi. Ho-ho, azt mondták. Ho-ho. Most jöhetne amúgy Dionysos. Már így a Démitér. Három D-vel nyomtad le utóbb? Power of Olympus. 30% istenmérő az elég cool. Tényleg bent elpróbáltad az immortált? Zúszos bún? Mi a fenét csinál itt a zúszos bún? A halál elkerülhetetlen. Nem maradhatok sokáig, szóval mi lenne, ha túl lennénk ezen a dolgon? Mert Thanatos. Bár te sokkal ügyesebb vagy, Thanatos. Már most talán lesz szerencsém. Ezek az enemy gyenguszok. Tizenegyet öltem én. 13-at öltem én. Au. Na most ő egyet talán meg fog ölni. Kettőt is megölt. Ezeket megölheted. Ezeket a kocsikat. Kicsi kocsi. 23, ez teljesen jó. Nem jött be? Majd inkább a Diablo 4-ben. Sokáig el leszel a New Order-rel?
Kíváncsi vagyok, hogy mit adnak majd a héten, Miki. Szegény Dimitér, fiatalember, még mindig azon töprengünk, mi lett szép leányával. Megszököttán egy halandóval. A mesék némelyike még ennél is hallatlanabb. Ne higgy el mindent, amit hallasz, és ne légy tapintatos ebb. És légy tapintatos ebbe e témába, jó? Dimitér épp eleget szenvedett már. Miért is ne? Miért is ne? Miért is ne, ugye? Mert... itt van, adott a lehetőség. Hogy még egy ránt Zeusos bunnal fejezzünk be. De ha ügyes vagyok, persze. Még az epikus Zeusos bunnal. Van 16 fejezetből áll, és a 6-nál vagy? Aha. Hát én nem tudom, meddig jutottam. Nice. Villámhatásaid felvillanyozott, te is teszik az ellenfeleket. Mert, vagy a bosszú, az nem. Felvillanyozottság. Plusz HP, 230 HP, srácok. 230. Na, miket vársz benn? Milyen játékokat vársz? Asterius? Ézeusz. Készülj vissza küldetni a mélybe, honnan jöttél? Ja, ennyi. Nincs több lacafaca. Au, Jézus. Magasságos istenek, figyelmezzetek! Hoppácska! Jaja, ma fog megjelenni a 20 perc hajnalig. És a Frey Fight is. Jó cucc. Clicker hírozósok csinálták, azt is meg akarom nézni. Úgyhogy ja. Igen. Azokkal én is szemezzek benn. Szóval elgáncsoltad Elysium bajnokát. Hát nem is tudom amúgy.
Dionysos. Hát a dobás Dionysosos lesz. Bár itt már nem tudom. Itt már lehet, hogy nem lesz semmi se Dionysosos. Semmilyen szósz nem lesz itt, srácok. Micsoda? Hát kint van, komolyan. Én azt hittem, hogy este akkor lesz a megjelenés. Na bakker. Hát köszi bán az infót. Nem baj, én úgyis azt terveztem, hogy holnap nyomom. Itt nagyon jók vannak. Jó, én hiszek neked, tényleg én azt hittem, hogy holnap lesz a megjelenés. Na, majd kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Nem tudom, hogy mennyivel több content van benne, mint a demóba például. Hello? Figyelj már! Köszi. Még tovább. Au. Au. Ajaj. Jó, jó, szuper. Megtartja a demónak a progresszét? Ó. Oh. Mondani akarok neked valamit, öreg. Húzódik már egy ideje, de egyre közelebb jutsz a felszínhez, és egy nap el fogod érni. Mi pedig itt vagyunk veled, bármeddig is tartson, jó? Már egy kicsit ott a Diablo-ból, megvan a 10. paragon, kezd egyre jobb lenni. 997-es combat level. Hát az 2-szer több, mint az enyém. Madari. Nice. És hol nyomod inkább, telón vagy? PC-n. Hát itt vannak nagyon jók. Veszünk ilyen olcsót. Igen, továbbugrás. Szökkenéssel... Mikor elkerülünk, akkor lecsap a villám. Hát... Hát ez. Meg ez. Villámköd. Felvillanyozottság is nagyon jó. 42%-os istenmérő is nagyon jó. Úristen, very big. 38%-kal többet tudok sebb... Ja, mostjuk, az most már felesleges, mert nincsen poszeidonos áldásunk. Ugye poszeidonos áldásokat el lehetne adni. Legyen a plusz HP.
Én szépen hétfőn, amikor utaztunk, anyósom, az akkor telefonon toltam neki. Na és ugyanazzal a felhasználóval? Vagy külön-külön nyomod? Nem kényelmetlen az úgy? Na, a végén csak megmérgezem. Hát persze, kis patkány. Aha, még meg is mart. Na gyere ide, gyorsan. Én nem tudok oda menni. Tessék. Oké, okay, max HP. Hát pénz itt nem jött most. Most már csak a munkot viszem, igen, pont azért, mert már zavaró volt, hogy mindig át kell lépkedni, stb. Aha. Na, megyünk először Athénéhez. Hát, ahhoz valami jót. Tudunk eladni, akkor majd el kell. Monk jobban tetszik, mint a vizet. Szembek a képességei. Au, és megharapott. Na. Meg is mérgeztek. Gyorsabb, láncvillám, nagyobb jutalom. Nem érdekel a nagyobb jutalom. Megharapott! Palonát is megharap! Kapja mind három. Oké, valószínűleg ez az utolsó. Nagyon gyengusz a sebzésünk. Úgy néz ki, hogy nem ők voltak az utolsók. Au. Na és még mindig mérgezzel vagyunk? De jó. Au. Hát ez szívás volt. Sebezhetetlenséget adjon vissza a halál, dacolás. Ebben speciálisra raktam egy ilyet. Nem mint hogyha sokat használnám. Vagy fogom használni. Hozunk boon fejlesztést, aztán a végén a pénz is, a pénzt is kivesszük. Első szoba. Au. Második szoba.
színültig teli kupa szintet lépett. Iha. De jön a plusz HP. Na, basszus, leköpött, hogy gyorsan szétcsapjuk. Bár nagyon gyorsan fogy a HP-m. Akkor nem a gyorsan szétcsapjukat kellett volna választani. 42%-os isten mérő? Az jó, nem? Hát én a Hermészt. A Hermészt szeretném. Nem tudom, ez mennyit adhat. Egy. Na hát. Gyorsan. 100 HP. Hát nem fogok tudni annyit szerezni, hogy mindkettőt kivegyem. Pedig király lenne. Az gond. Szegő lesz az utcsó. És rám robbant, vagy... mert ilyen közel volt. 825. Eltérít. Nem tudjuk eladni. Nem tudjuk eladni a feleslegesát. Jó. Visszamegyünk. És ez ennyi. Hát igen. Bízom Hermészbe. Dobás, gyors sorozat, mozgási sebesség, szólítás után, kitérési esély, mozgási sebesség. Szerintem az erőre kapással jobban járunk. Berberos, senki kedvéért nem mocan, de egy szatír batyúért kivételt tesz. Kutya baja. Kerberos legyőzve, zárójel, kutya baja. De sosem késel apám. Ő volt a királynő, az alvirág királynője. Az én királynőm, áhítatott, bámulatot, félelmet parancsló. Nem egyszerűen csak... Mi is volt a kifejezés, amit használtál? Vigazdi. Épp oly tiszteletlen vagy vele, mint velem. Ó, mit tudsz te arról? Bizonygatod, mennyire tiszteled őt, de még annyira se tisztelted, hogy megmondd neki, mi történt, miután elment. De miket beszélek? Tudom, még mindig szereted őt, apám. Az magyarázza meg legjobban a sok szörnyű döntést, amit hoztál. A sok szörnyű döntést, amit hoztam.
Imádkozz, hogy mikorra annyi ideje létezel már, mint én, de kevesebbet hoz. Ám attól tartok, legalább ebben az egy tekintetben túl fogsz szárnyalni engem. Nincs is jobb, mint egy fárasztó nap után kikapcsolni veled. Ne viccelj, farkasok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Immáron 10. hónapja, méghozzá Tier 2-vel. Srácok, peregjenek a szvegek farkaskölyöknek. Igazán rendes tőled. Subjects to stay out of this. No. They all. A szemét! Ez egy kemény, talán egyébként. Nem tudom ütni. Jó. Szuper. Hogy olyan helyre ment, hogy nem tudtam ütni. Srácok, nem pergetitek a szvegeket? Markaskölyöknek? Au. Oh. De hát nem is oda céloztam, na mindegy. Jaj, nagy a baj.
meghalsz! Ez az! Köszi szépen a pergetést, Miki, Parti Pireményhal és András. Ah, fene, hogy minden rokonom közül pont te vagy, aki ezt teszi velem. Na meg persze Konoja. Hogy merészeled? Srácok, ezzel sikerült a 8. halál is, már csak 2 kell. Viszont ez amit csináltam, hogy... Ó, 3-as sorozatunk van így a szökkenéseket illetően. Viszont az, hogy... hogy mi az? Megpróbáltuk ezt a Poseidont, majd leváltottam Zeusra. Nem volt a legjobb döntés. Nem. Ez nem tartozik a jó döntéseim közé. Jó volt ez a Poseidon. Jó lett volna. De olyan csábító volt. Ott volt egy epikus Zeus sima bunyó. Egy alaptámadás. Anyám! Nem teheted ezt velem, anyám? Mondtam, hogy apám nem ostoba, és te se vagy az. Kell lennie valami módnak rendbe hozni ezt. Nem csak apám és közted, de mindenki közt. Kell, hogy legyen módja. Örökölted apád makacságát. Hallgass ide. Azzal, hogy idejössz, mindent veszélyeztetsz, ami kedves neked. Nem érted? Ráadásul... Mi? Ráadásul mi? Mondd meg, kérlek! Az az igazság, hogy szeretek itt lenni, Zagreus. Jól boldogultam egy magamba, apának pedig ott a birodalma, amivel törődnie kell. Amit egykor érzett irántam, a közös érzéseink idővel elhalványolnak. Egy nap majd megérted. Nem, ilyesmit nem fogok megérteni, apám még szeret téged, biztos vagyok benne, és bocsánatkéréssel tartozik neked a szentségét. Nem békülhetek ki veled én a nevébe. Ez olyasmi, amit csak ti tehettek meg. Hogy érthetnéd meg? Hogy érted, hogy még mindig szeret engem, Zagreus? Honnan tudnád? Onnan, hogy... az átkozott fia vagyok, onnan tudom. De azt is tudom, hogy bíz bennem sose elég jó. Bebizonyítom neked, anyám. Csak várj, és meglátod. Halványulsz, fiam. Semmit nem kell bebizonyítanod nekem. Kérlek, ne tégy meg gondolatlanságot. Mind meghoztuk a döntéseinket. Most együtt kell élnünk velük. Nem elég tudni, hogy biztonságban vagyok? Hogy jó nekem egyedül? Nem. Az nem. Nekem nem elég, mert ez az átkozott család nem bujkálhat örökké a problémái elől. Nem menekülhet előlük. Mi jutottunk egymásnak, hát meg kell tennünk, amit csak tudunk. Egymásért. Szia, Sangudra! Sziasztok, üdv mindenkinek! Én... Ó, drága fiam! A Styx befogadott. Nekünk muszáj! Nem, még nem! Javítottak a hitboxon? Eddig gond volt vele, úgy érezted bám? A... 20 perc még hajnalig van. És tényleg 20 perc a 20 perc, nem 10? Üdvözöllek Hades házába, ahol a halál a hivatásunk. Ezt mondta legutóbb is. Achilleus. Mi a baj? Mit tehetek érted? Engedj be apám lakosztályába, kérlek. Az magasan azon a lista tetején van, amit nem engedhetek senkinek semmilyen körülmények között. Mire van szükséged? Még én magam se voltam odabent, soha. Nem tudom, de apámat ismerve és szerintem én... De apámat ismerem, kell odabent lenni valaminek tőle, anyámtól. Még mindig nem érti. Nem hisz nekem apámról, és azt mondtam, bebizonyítom, hogy szereti őt. Jól van, lassabban, értem, figyelj. Ez olyan sok bajba keveret engem, amiről fogalma sincs. És nem csak engem szólva, légy óvatos és gyors, amíg még távol van. Fogd ezt és menj. Ne hagyod a bent semmit a helyéről elmozdítva. Rendben? Köszönöm. A kamra kinyitva, a házurának magánlakosztálya. Nem jutottad-e még 20 percig? Aha. Remélem nem volt túl sok. Gondoskodni Kerberosról. Vagy igen, Dusza? Nem olyan félelmetes, mint amilyennek kinéz. Legalábbis a háromból két fejére igaz ez. Ó, Kerberos jó fiú. Nincs vele baj. A munka egyik fénypontja mindenképp.
Nagyon jól kijövünk, mióta végre rájött, hogy nem labda vagyok. Így életetem ápolom cserébe a... cserélem a vizes táját. Takarítasz utána? Határozottan igen, jut eszembe, ha megbocsájtasz, mennie kell. Vagyis mennem kell. Vagyis tudod, mire gondolok? Há. Hoppá. Hádész lagosztálya. Az öreg Hádész lagosztálya. A ház sztoikus ura és parancsolója, képzeletet felülmúló vagyonnal rendelkezik, melynek egy részét minden napra friss öltözékre költöttem. Tudtam, csak köpenye van. És ott van egy kép az anyjáról. Apja ura nagyon magán lakosztályában, Zagreus a zárrel távolító herceg, nem más, mint maga Persefoné aprólékosan megfestett arcképét fedezi fel. A rajta lévő porréteg arra utal, régóta ott van már. Sose felejtette előtt, micsoda bolond. Jó, hát átnéztük. Megvan, ami kellett? Igen, köszönöm. Még nem jutottál el 20 percig? Na kíváncsi leszek majd én holnap, meddig jutok. A rettentő Kerberos szorgosan erőt gyűjt a következő alkalomra, amikor el kell állnia a herceg útját. És újabb cuccok állokkolódtak. Valahol biztos. Mert hogy itt nem, az is biztos. Orpheus nincs itt. Nix. Találkoztam Demeterrel. Említette a lányát. Persefonét. Sose mondtad, hogy ő a nagyanyám. Nem gondoltad a körülmények okán, hogy ez olyasmi, amit tudnom kéne? Hallgass ide, gyermek. Amit tudsz, vagy nem tudsz, a védelmedet szolgálja. A tiédet és szülőanyádét. Gyanakvásod és kíváncsiságod jogos, de nem tehetek többet velük kapcsolatban, jelenleg. Kivéve, hogy figyelmeztetlek. Megértettük egymást? Igen, megértettük. Irányomban mutatott kedvességet szükségtelen gyermek. Tudod, hogy nem várok ilyen ajándékokat, sem tőled, se senkitől. Opa, basszus. Ezt elszkippeltem. A Heaven Eyes-et találkoztam-e már? Aha, felkiált el jatekok parancsal, meg tudjátok nézni, hogy mivel játszottam-e már korábban, vagy éppen mennyit, vagy mikor. Nyomtam, de tél alapján izginek tűnt, de elég is volt belőle annyi. Ma annyi, hogy kipróbáljam jelenleg. Amikor megjelent, szerintem akkor csapattam. Elektó tényleg nem semmi. Biztos igazi rossz sont lehetett. Hm? Szóval, én a Heaven Eyes-et azt így el is engedtem. Jól nézett ki, meg minden, de... Vannak játékok, amik még jobban tetszenek. És tanulhatna egy-két dolgot tőle, de ebben biztos vagyok. Talán a hétköznapi illendőségről mondjuk. Tőlem ugyan nem fog tanulni semmit. A megvetés, amivel mások iránt viseltetik, feltétel nélküli. Én megtanultam nem a szívemre venni. I see. Csontfejű. Kaptunk 20 ékszert. És ambróziát tudunk titán vérért, de olyat nem akarunk. Jó van. Srácok. Tessék. Még egy rollt kaptam. Bár szerintem nem is használtam el legutóbb. 36 szökési kísérletből 8 sikeres. Hát és nem is tudom, mit kéne menni legközelebb. Így ez a villámos annyira tetszik. Ennyi a villámozás. Ezeket a csontokat össze nem töröd, haver, próbáld csak meg! Úgyhogy srácok. Ez lesz az arám. Aj. Jó, hát legyen ez.
minket. Jújjúj! És van nekünk egy ilyenünk. Aranyköcsög! Oly sötétséget árad belőled, Hades fia, hogy úgy fent nem láttam teljesen előre ideérkezésed. Gyanítom, még apádnak is nehézséget jelent nyomon követni téged a birodalomba, amit magáénak mond. ...66%-kal több ellenfeled lesz, ez nem probléma. 35%-kal több. Tehát nem nyomhatom a sima támadást. Sötétség meg égszem. Hát a sötétség. Még ezt megcsináljuk. Ez lesz az utolsó, srácok. És akkor innen fogjuk folytatni. Majd legközelebb, amikor ne, ami nem tudom még mikor lesz, de legközelebb lesz, ez biztos. Na nézd meg! De örülök, hogy a kettő sikeres szökkenésünk is volt. Zsír. 37. kísérletnél járunk, és túlléptük a 10.000 sötétséget. Így Giunius 8-án. Királyság. Na hát úgy néz ki, hogy haladunk szépen Hades gyilkolászásával. Örülnék neki, hogyha a héten be tudnám fejezni, de így, hogy ennyi mindent terveztem a hétre, úgyhogy még jó sok dolog jött, amit nem is terveztem. A tervekkel és a nem tervekkel együtt úgy néz ki, hogy... Hát nem tudom. Király lenne, hogyha holnap pontot tehetnénk a Hadészozás végére. A 10. Hadész gyilkolászással. Az frankó lenne. Tehát meg kéne cserélni a V-Rising és a Hadész streamet. Hogyha időben sikerül legyőzni a Hadészt 11-ére is, akkor többet tudnék V-Risingolni. Lehet megcseréljük a holnapi programot, skacok. Bár holnap... Hogy is kéne csinálni? Holnap korán Hadésszal kezdeni, aztán a 20 Minutes Till Dawn. És aztán pedig V-Rising. Ja, valami ilyesmit kéne. És akkor végzünk a Hadésszal, játszunk egy keveset az új kis vámpíros mókával, vámpírszerű mókával, és akkor még maradna idő a V-Risingra is. Szóval még valószínűleg egy alkalom lesz ebből a játékból, úgyhogy élvezzétek ki!